Nem hittem, hogy ennyi ember itt lesz. De minél többen vagyunk, annál jobb a hangulat. És mit csinálsz, ha nem jutsz egyhez? Hát valahogy csak bejutok, valaminek kell, meg kell oldani. Körbenézel, mit gondolsz, mikorra lesz egyed? Szerintem soha. Úgy érzem, sose kerülök oda. Nekem már van nagypapámnak szeretnénk most egyet venni, úgyhogy én biztos ott leszek. Ő még lát a Puskásékat is játszani, utána Tihijéket, Détárit. Hát a 93 után még egyszer bajnoki címet láthat. Olyan kellemetlen érzés volt ez, hogy a végén még nem tudok kijönni a meccsre, mert már pár jegy van. Nem biztos, hogy itt is mindenki, aki áll, itt kap jegyet. De nagyon régóta várunk erre, hogy legyen ilyen. Legyen ilyen, mert hát ugye a Honvéd idáig eljutott, ez egy nem mindennapos esemény azért. Szurkolóként azt mondom, hogy nagyon üdvözítő és örömteli, hogy ennyien érdeklődnek a meccs iránt. De ez nagyban a bajnoki döntő felfutatott jellegének is szól, tehát nem mindenki vérbeli kispesti, aki itt most sorban áll. Ez a csapat szívből, lélekből ki fogja harcolni a győzelmet, biztos vagyok. Én is mondom. Biztos vagyok. Persze. Szeretem a kispestet. Na hát ugye azt láttuk, hogy pont előttetek fogyott el a jegy, a kisfiadat szeretted volna kihozni, aztán végül is mégis sikerült jegyhez jutnotok. Hát igen, ezt egy úrnak köszönhetjük. Hajdu Gábor, ha jól emlékszem, keresztúról előttünk állt, és látta, hogy elkezdett a kicsi fiam sírni, és felajánlotta azt az egy jegyet. Én akkor ki tudok vele jönni, hát sajnos a párom az nem, de majd szurkolni fog otthonról. Főleg, hogy aznap lesz az évfordulónk 23 éves, és akkor voltunk utoljára bajnokok. Akkor gondolom most nagy az öröm, hogy legalább ti ketten itt tudtok lenni. Nagyon, 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 csak a kis Pest. Te is örülsz? És ki lesz a gólkirály? Mindenki tudja már. A gólkirály.